Szép jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tali Szabó Andreát, a Pestőjei Közösségi Ház életmód jogájának, kínai jogájának vezetőjét, és a nagyon-nagyon népszerű móka táborok egyik vezetőjét. Szervusz, Andi! Szervusztok, én is köszöntelek téged, Edith, meg a kedves nézőket is. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Itt lehetsz, mert hiányzol. Ennek a sorozatnak az a címe, hogy nyitni kék. Hát nem véletlenül találtuk ki ezt a címet. Nagyon-nagyon úgy érezzük itt a Pestőjei Közösségi Házban kollégákkal együtt, hogy már nagyon itt lenne az ideje a nyitásnak, nagyon hiányoznak a csoportok. Hát képzeljék el a kedves nézők, hogy Tali Szabó Andreával hetente legalább kétszer-háromszor találkozunk. Vele is, meg a csoportjával is. Tehát Igen. ez a tavalyi év is már nagyon-nagyon rosszul sikerült, az idei év se indult jobban. Andi, hogy próbáljátok valahogy kiküszöbölni ezt a bezártságot, mert én tudom, hogy te azért a hallgatóiddal kapcsolatban vagy. Igen, igen, nekünk is nagyon hiányzik a személyes kapcsolat, de már tavaly, amikor elindult ez a járványhelyzet, akkor egyből mondták, ugye a nyugdíjas csoportommal heti kétszer délelőttönként találkozunk, mondták, hát nekik ez életmentő, úgyhogy valahogy találjunk ki valamit, úgyhogy így online tudjuk velük folytatni, úgyhogy kapcsolatban vagyunk, hál' Isten elég sokuknak van így internet lehetősége, és online pótoljuk az órát, ami ezt így furcsa, hogy én mondom, de sokszor mondják, hogy igen, nagyon hálásak, meg életmentő, mert én is tudom, hogy más, hogyha valaki diktálja, és úgymond együtt csináljuk még így az éteren át is, mint hogy nehezebb egyedül nekiállni, és csinálni, meg visszaemlékezni, hogy mik is a gyakorlatok, mindig könnyebb, ha valaki vezeti és mondja, és úgy lélekben úgy együtt vagyunk egy kicsit, és együtt jogázunk most Hát is. meg ez így egy rendszeresség. Tehát pontosan Mindenképp. tudják a hallgatóit, hogy igen, ezen és ezen a napon, és áruljuk el, melyik napon. Igen, kett csütörtökön 10-től 11-ig, Igen. vagy bocsánat, már eltartom, hogy 9-től 10-ig tart az óra, és tényleg azóta is tartjuk ezt egy kis, egy hónapos, vagy nem tudom mennyi nyári szünetet szoktunk tartani, de egyébként folyamatosan mennek úgymond az órák, mert a rendszeresség egy nagyon jó kulcsszót mondtál, Edith, hogy ez nagyon fontos, és tényleg, főleg, hogy reggel csináljuk, ugye bármikor jó, az ember jogázik, vagy annyit hadd javítsak, hogy kínai gerinctorna, nehogy meg már tudjanak, hogy az nem jóga, gerinctorna, de hát ugyanarról szól, persze, hogy egészségben tartsuk magunkat, mert egy fontos üzenet mindig, hogy ne másra várjunk, ne az orvosokra, ne senki másra, hanem mi magunk tudunk tenni a legtöbbet magunkért, és benne is van egy kis dalocskában, hogy vetkezed be a saját sorsodat, és ugye, hogyha ezt reggel csináljuk, akkor tényleg ez egész napra hatásom van. Szoktam mondani, hogy ha este tudsz jó, akkor csináld este, az ne legyen kifogás, hogy ó, reggel, nem tudom, akkor már nem ér semmit, de reggel tényleg még egy plusz hatásra van az egész napra. Ugye fontos lenne mindig, hogy felkelünk, megnyújtóztassuk a gerincet, átmozgassuk, és egész más, csak tényleg tudom ajánlani a kedves nézőknek is, hogyha csak 5-10 percet próbálnak, hogy reggel kicsit átmozgatják magukat, ugye beindítjuk az egész testet, a bennünk működő kis folyamatokat, és egész napra sokkal jobban fogjuk magunkat érezni, több energiánk lesz, nem hogy elvesz tőlünk erőt ez a mozgás, hanem olyan, mint egy kis akkumulátor, hogy így feltöltjük magunkat, és könnyebb, gyorsabb lesz a napunk, olyan értelemben gyorsabb, hogy hatékonyabbak leszünk, tehát, hogy nem kell sajnálni ezt az időt rászánni, mert utána gyorsabban meg tudjuk csinálni a dolgokat, ügyesebbek leszünk, boldogabbak, energikusabbak, úgyhogy... Hát és ez ad egy hatalmas önbecsülést, az önértékelésünk is jobb lesz, ami hát tudjuk jól, hogy ebbe a járványhelyzetbe, ebbe a bezártságba a leges-leges legnagyobb problémánk szinte, hogy hát nagyon-nagyon sokan a depresszió jeleire panaszkodnak. Bizony, ez nem is furcsa, hiszen mi társas lények vagyunk, tehát nem erre lettünk itt el, vagy elzárkózva egymástól,
bezárva, ráadásul félelemben, aggodalmakkal éljünk. Tehát ilyenkor különösen fontos a levegőn lenni, egy picit a mozgás, tehát ugye szokták mondani, hogy nincs stagnálás, tehát valami vagy emelkedik, vagy csökken. Tehát ha nem mozgunk, akkor elkezdünk lefelé menni, testileg is, lelkileg. Ez az izmok szintjén ugye mindenkinek számára egyértelmű, hogyha nem használunk egy izmot, a testünket, akkor az leépül, gyengül, elsorvad. Ugyanígy van a lelkünk is, tehát hogyha nem kapcsolódunk, nem foglalkozunk be, nem találkozunk másokkal, akkor itt ugyanaz történik. Tehát most is ugye a kereteken belül meg tudjuk találni azért ezt a mozgást, így is ezt a kis közösséget is ad, ugye nem csak a testünket mozgatjuk meg, hanem ilyen kis családdá válunk ezekben a csoportokban, és most is, aki nem tud, felszoktam én is hírni, meg a tagok is tudom egymást felhívják, hogy egy picit támogassuk így is egymást, hogy kitartás már reméljük nem sok idő, és tényleg nyitni kék lesz, ahogy mondtad, nagyon jó ez a cím. Hát hamarosan, igen, nyitni kék. Ugye Google, ami jó barátunk, és megnéztem, Tarisza Vandre a címszó alatt, mit is találok? Hát te, mint jógaoktató, mint kineziológus, és mint önismereti tréner is szerepelsz az interneten. De azt is megtudtam rólad, hogy közgazdászként végeztél. Na hát erről a közgazdászként végeztemről hogy jutottál el a jogaoktatásig, kineziológiáig, önismereti trénerségig? Igen, ez egy érdekes folyamat, tehát annak idén még a Külker főiskolán végeztem, és még be sem fejeztem, amikor kaptam egy lehetőséget, én a gimnáziumban, itt a 15. kerületi Dózsa György gimnáziumban jártam, ahol egy csodálatos tanárnőt kaptam osztályfőnöknek, aki olasz tanár volt, ő írta a könyvet is, tehát szenzációs volt. A nevét Farkas Mária tanárnő. Igen. És én nem akartam egyáltalán olasz tanulni, kézzelábbal tiltakoztam, hogy én nem, de mindig mondom, az angyalaim nagyon tartották ott a teret, hogy nekem az kell, mert utána az olasz lett az én csoda fegyverem, vagy varázs tudásom, vagy nem is tudom, szerencsecsillagom, talán így mondhatom legjobban, és aztán kaptam is Milánóba diplomataként egy 5 éves kiküldetést, úgyhogy én 5 évig Milánóban éltem, akkor ott még befejeztem így távolról a főiskolát, úgyhogy közgazdász lettem, és 5 csodálatos évet tölthettem Milánóban, az nagy, nagy lehetőség volt így 24 évesen kikerülni, nagyon szeretem a szüleimet, de nagy dolog volt, hogy önálló életet kezdhettem, és ott tényleg így, ráadásul ilyen körülmények között, úgyhogy ez 5 csodálatos év volt. Mikor hazajöttem, akkor szintén az olaszom vitt mindig tovább, voltam bankfiókvezető, San Benedetto ásványvíznél hárvezető, kiekant, az egy ilyen, tehát tárgyaltam a nagy multikkal, úgyhogy sok mindenben beleláttam, de aztán mindig utólag is visszatekintve én nagyon szeretem az embereket, tehát nekem ez nem nehéz, hogy mindenkit szeretettel fogadjak, és kíváncsian várjam, hogy ő mit tud, mi az ő csodája, mert hiszem, hogy mindegyikünkben ott van egy csoda, és mindegyikünk egy különálló, egyedi csoda, valami olyat tud, amit senki más nem a világon, és hiszem, hogy ez is a feladatunk, hogy ezt itt kibontakoztassuk a földi létünk során. Mindenkiből lehet királyfi. Abszolút, sőt, királyfi és királylány, vagy királynő, királynő mondjuk így. És aztán, mikor hazatértem, akkor a bankba dolgozva, egyszer csak egy ismerős, kedves ismerős mondta, hogy nem akarok vele elmenni egy kineziológia tanfolyamra, és akkor mondom, hát jó, végül is miért ne, úgy mindig érdekelt, agykontrollt végeztem, tehát ez a vonal úgy megvolt, és aztán onnan beindult ez a csoda, mert fú, hát fantasztikus tapasztalásaim voltak, hogy mennyire csodálatosan működik, tehát aki nem ismeri, picit tán a pszichológiához tudom hasonlítani, tehát abban segít a kineziológia, hogy a bennünk lévő gátakat, nehézségek, mikor mindenkinek vannak az életében nehéz pillanatok, akár egy elengedés, akár egy kiállni valaki elé beszélni, vagy egyszerűen csak belső, ugye gyerekkorból nagyon sok
kis blokkot hozunk, a legjobb családból is, tehát ez nem arról szól, hogy a szüleinket bántsuk, de mindenkinek vannak félelmei, belső kis feszültségei, amik utána a felnőttkori létünket tudják nehezíteni, gátolni, akár egy döntéshozatalban, akár megtalálni a munkánkat, a párunkat, és ebben tud segíteni a kineziológia, egy gyengéd, szelíd módszer, nagyon jól működik a gyerekeknél, tanulási nehézségnél, szorongásnál, hát most meg aztán pláne ugye a szorongás sajnos szinte mindenhol felfedezhető, és ebben segít, és aztán amikor az ember elindul egy ilyen úton, akkor mint a kinyílt volna számomra is egy kapu, ami egy elképesztő világba vezetett, amit azóta is csak egyre több mindent igyekszem belőle megtanulni, és mindig az élt bennem, hogy amit tudok, azt én szeretném továbbadni. Tehát, hogy nem értem sosem, amikor valakivel van ilyen szakmai féltékenység, hogy a tudást őrzi. Én hiszem, hogy az a dolgunk, hogy továbbadjunk, mindig az óráimon is mondom, hogy ezt miért csináljuk, hogyha egyedül szeretném, aki tudja, hogy mondjuk ez a gyakorlat után miért az jön, hogy ő is be tudja építeni, ne legyen, szoktam mondani, hogy én egy mankó vagyok, hogy nem kell tőlem függőségbe kerülni, nem az a lényeg, hogy nélkülem ne tudjanak megcsinálni bármit, hanem egy mankó, ami segít, amíg még nem tudunk járni mondjuk egy gipszert lábnál, de hát mint a, ugye az állatvilágban is a kismadár megtanítja repülni a fiókákat, és aztán kilökdösi, hogy gyerünk, szálljatok, és önállóan keljetek életre. Ez egy csodás, hálás vagyok az egyik első tanítómesterem, aki tényleg a gyereknevelésben is ezt nagyon jól tudom használni, hogy a gyerekeimnél a feladatom, hogy 18 éves korukra, nyilván nem fogok ezt kidobni a házból, de hogy egy önálló, dönteni tudó, felelősséget vállaló felnőtteké cseperedjenek, és én itt vagyok mindig, de ők éljék a saját életüket, és ne itt kis tanástalanul áldogáljanak. Most elkanyarodtam, de ugye kérdezted, hogy hogy lett ebből ez az egész. Még itt a kineziológ után jött egy újabb kanyar, Amerikába kerültem, mert onnan a kineziológiától ismertem meg első tanáromat, Enügy Meggifert, aki egy magyar hölgy, csak Amerikába került gyerekkorában, és ott Kennedy tanácsadója volt, Jordán király mellett dolgozott, egy fantasztikus hölgy volt, aki mellett a önismereti tréningeket elkezdtem, ő is egy úristen, egy új világot nyitott előttem, és annyira tetszett, ami nekem is nem voltak extra problémáim, csak például tipikus jó kislány, aki nem mer nemet mondani, nem mer kiállni magam, bocsánat, hogy élek, nem vagyok elég jó, talán sokan magukra ismernek, hogy ezt a mintát nagyon sokan ugye hozzuk. Folyamatos ami... teljesítménykényszer. Így van, sose elég, maximalizmus, mert ez azt hittem, hogy ez egy jó dolog, és ő megmondta, hogy ez egy nagyon gátló dolog, mert sose érheted el a lécet, ezért mindig azt érzed. Élénken bólogatok, igen. Hát szerintem ezt elég sokan ismerjük, és tényleg látom, hogy nagyon sokat lehet ebben tenni, és hogy közben megvalósítani a saját álmaidat. Sokszor megkaptam, hogy jaj, neked könnyű, meg te szerencsés vagy, de én megmondom, hogy nem hiszek abban, hogy valaki szerencsés vagy nem, abban hiszek, hogy mi vagyunk a saját, hogy is van a mondás, szerencsének a kovácsa. Kovácsa. Igen, hogyha teszünk érte, akkor tényleg megvalósulhatnak az álmaink, a céljaink, és azt az életet élhetjük, amiben tényleg boldogan, és ehhez kapcsolódik ugye a testi-lelki egészség is, tehát nem mindegy. És ugye Enüthöz visszakanyarodva mellette elkezdtem kitanulni ezt az önismereti trénerséget, mert láttam, hogy az én életemre milyen pozitív hatással van, és megint mi történt. Jaj, hát én ezt tovább akarom adni másoknak, ezért elkezdtem mellette tanulni, és ő visszatért Amerikába, úgyhogy akkor én mentem vele. És így majdnem másfél évig Amerikában vele még ezt tanultam és csináltam, meg én azt gondolom, hogy külföldön élni egy nagy ajándék, mert bepillantást kapsz egy más kultúrába, sokszor emlékszem az első élményem Olaszországban, hogy láttam, hogy a villamoson elő lehet felszállni, és csak hátul le is kapás, azt mondom, hogy milyen hülyeség, pedig csak nem ezt szoktam meg, és aztán rájöttem, hogy ja, hát így gyorsabb, ugye, ma már nálunk is van ilyen, és hogy új látásmódokat kap az ember, és más két hétig nyaralni valahol, mint évekig ott látni, sőt, amit mindig mondom, amikor valaki itt siránkozik, hogy egy picit menjél ki,
és majd meglátod, hogy ugyanannyi nehézség van ott is, és még jobban megtanulod értékelni, hogy mennyi jó van itthon, és nem véletlenül ide születtél, ez a te hazád, és hogy értékeld azt a sok csodát, amit Magyarországon is van, vagy mi magyarok, mint nép képviselünk, úgyhogy ezért is szoktam mondani, hogy picit menjél el, és majd rálátsz, hogy... Hát az a kolbászból való kerítés, az így van. Se igaz, igen. Így van, tehát ugye ez nagy ajándék volt, és visszatérve Amerikából, már a férjemet megismertem előtte pár évvel, és akkor elérkeztem a családalapításhoz, ahonnan megérkezik az életemben a jóga, mert már előtte is szemezgettem vele, de kisbabát várva eljutottam a kismama jógára, és megtapasztalva, hogy mindenki gyermekemet ilyen gyengébb születéssel, tényleg ilyen csodálatos körülmények között tudtam megszülni, hála a jógának és a kineziológiának, ahogy a szülés, vagyis a várandóság alatt is foglalkoztam ezzel, hogy mik azok a blokkok, amit esetleg, ugye, mint a mesében, tudom, te is szereted a meséket, meg a magyar néphagyományokat, a mesében is, ugye ott van, hogy heted íziglen mennek a dolgok, tehát mi is hét generáció örömeit, fájdalmait, sérüléseit hordozzuk magunkban, tehát például kismamaként én is megtapasztaltam, hogy egy négy generációval korábbi női blokkot kellett oldanom, hogy a szülésem rendben legyen. És tényleg csodálatos volt ott közben is megtapasztalni, tudtam, hogy melyik az a pillanat, aminél segített a korábbi munka, és megtapasztaltam ezt a szülést, és azt éreztem megint, hogy hát ezt tovább kell adnom minden mamának, aki erre nyitott, hogy nem csak ordibával, lekötőzve lehet szülni, hanem mint ahogy a nagymamáink, tehát nem kell nagyon messzire nézni, igen, hogy akik nem az orvos mondta, meg nem kötöztek le, stb. És ezt a természetes szülést szerettem volna minél többeknek a legalább a lehetőségét, mert minden nem kell így szülni, csak sokszor tapasztalom még ma is, hogy nem is mondják, hogy tényleg ilyen van, tehát nem jut el az információ, hogy van választásod, így is szülhetsz, képes vagy rá, higgyél magadban, megint, amit te is mondtál, az önbizalom, önbecsülés, minden nőben ott van a kódolva, hogy tudsz szülni, és akkor innen indult, hogy elmentem kismama jóga oktatótam folyamra, és elkezdtem ezt, és onnantól aztán megint csak elindult egy lavina, lett a babamama jóga, a gyerek jóga, a női jóga, ahogy én haladok az életemben, most már így a változókorban, megint megtapasztalom, hogy nem kellenek a hormonok, nem kell orvosság, hanem tudatossággal, jogával, mozgással gyönyörűen szépen lehet ezt a nagy hormonváltozást is kezelni, és egy javunkra fordítani ennek is az ajándékait. Andi, mikor jöttél el először hozzánk a Pestújai Közösségi Házba? Igen, épp ahogy felkértél erre a beszélgetésre, így viszont, hogy mikor is, és én úgy találtam, hogy 2016-ban kezdtem, ugye a kismama jogával, mert az volt az első, amivel foglalkoztam, és annyira hálás vagyok nektek, mert hogy olyan kedvesen fogadtatok, és szerintem a legnagyobb erényetek, ugye, mert most gratulálok most is az igazgatói címethez, meg hogy itt most örülök, hogy te vállaltad el ezt a feladatot Zsuzsa után, mert te aztán tényleg benne vagy. Amióta én ide járok, te itt vagy, tehát minden tudsz a házról. És hogy az egyik legnagyobb csodátok szerintem a rugalmasság. Tehát én sehol nem találkoztam még ilyen rugalmassággal, mint nálatok, hogy én itt ugye nagyon közel lakom, szinte szembe a művelődési házzal, tehát egy csoda volt, hogy ide költöztünk 14-ben, és akkor itt felfedeztem a házat, amit egyébként egy érdekes dolog volt számomra, és hogy én rájöttem, hogy hát én versenytáncos voltam a Csokonaiban, és ugye itt nálatok is voltam versenyezni, csak akkor még Dr. Sándor utcának hívták a helyet, és így először nem ugrott be, hogy hát én ebben a teremben sokat versenyeztem, voltam ebben a házban, és most milyen érdekes, most visszatértem így felnőttként ide, és csoda volt, ahogy megengedtétek először ezt a kismama jogát, és hogy utána nektek volt, azt hiszem, szükségetek, mert a gyerek jóga tanárnő, vagy a babamamás, nem is tudom, elment, és akkor, hogy tudnék-e segíteni, és akkor örömmel, és akkor így elindult egy ilyen együttműködés, és azt tudom mondani, hogy
hogy csak jó tapasztalataim voltak, mindig nagyon rugalmasak voltatok, ami mondom, egy extra rugalmasak, ami szerintem egy csodálatos dolog, és főleg a mostani időkben egy mindenki számára fejlesztendő erény, mert ugye szokták mondani, hogy egy biztos dolog van, a változás, hát most van benne részünk bőven, és hogy mint a természetben, az állatvilágban is, ugye azért túl, aki képes haladni a korral, képes változni, és így lett aztán a kismama jogából, gyerekjoga, a babásmamás, női joga, és ahogy én is ugye mondom, hogy mindig valami új jön az életembe, és ezzel az úton nem lehet megállni, mert hogy az alap, azt akartam mondani, de igaz, és szükségletem, hogy segítsek másoknak, mert amit az én életemben sikerült elérnem, hogy egészséget, a családomat, olyan munkát csinálni, amit szeretek, tehát ezt kívánnám mindenkinek, és amit tudok, ebben szeretnék én is segíteni, mert hiszem, hogyha a testünk egészséges, akkor a lelkünk is, és fordítva, tehát hogy ez egy nagyon szép kölcsönhatásban működik, és megint elérve egy újabb lépcsőt az életemben, amikor a gyermekem iskolások lettek, és egy szülőtárs az iskolába feltett, hogy úristen, ti mit csináltok a gyerekekkel nyáron, akkor így jött nekem az Isten szikra, hogy hát akkor csináljunk gyerektábort, itt van ez a csodálatos művelődési ház, ahol fantasztikus emberek dolgoznak, és bármikor bevettem egy ötletemmel, akkor nyitottan fogadták. Hát a szándék az mindenkiben benne van természetesen, mert ez, gondolom, ez az alap feladatunk egy művelődési házba, de hogy ezt a gyakorlatba kivitelezni is tudjuk, ez nálunk abszolút az óginak köszönhető. Ezt mindenképpen el akartam mondani, és akkor igen, itt van ez a csodálatos, jó adottságú pestújhelyi közösségi ház, itt tartottál. Igen, és nagyon köszönöm, hogy mondtad Olgi nevét, mert én is mindenképp akartam őt megemlíteni, mert én ugye vele voltam, ő volt az én kapcsolattartóm itt a művelődési házban, és tényleg azt gondolom, hogy sose volt problémánk, és minden nagyon jól meg tudtunk beszélni, és mindenben nagyon segítőkész és rugalmas volt ő is. Úgyhogy amikor jött ez, hogy gyerektábor kellene, mert mit csináljunk a gyerekekkel hosszú nyári szünetben, és van egy csodálatos húgom is, aki pedagógus, angoltanár, és vele akkor összeraktunk. Mi már dolgoztunk együtt egy gyermekeknek szóló érzelmi intelligencia fejlesztő programon, úgyhogy tudtuk, hogy mi nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és akkor összeraktuk ezt a mókatábor programot, ami most már talán 5. éve, reméljük, megint indulni fog, és talán mondhatom, hogy nagy sikerrel egyre több gyermek érkezik hozzánk, most már 3 hetet is tartottunk a tavalyi évben. Hát és most is 3 hetet tervezünk. Igen, most is 3 hetet optimistán állunk hozzá, hogy nyáron újra nyithatunk, és látod, már én mondom, hogy nyithatunk, kicsit ilyen családomnak érezlek titeket. Tényleg olyan jó közösség van, és ez a gyerektábor a legújabb szerelmünk, gyerekünk, amit nagy örömmel csinálunk, és örömmel látjuk, hogy nagyon sok visszajárunk van, meg aztán jönnek már a kis testvérek, úgyhogy nagy öröm számunkra, hogy itt, és tényleg, hogy mondtad, ez is egy kulcs, hogy nagyon jó adottságuk, nem csak mint embereket szeretünk titeket, hanem csodás, hogy itt egy nagy udvar van, focipálya, pingpong, sőt, egy kis bújócskázási lehetőség, nagyon szeretnek ugye kis játékokat, bújócskákat játszani, tehát sokszor megkaptuk ezt a szülőktől, hogy azért is szeretik itt, mert hogy nem azt szeretnék, hogy egy terembe üljenek a gyerekek, hanem a szabad levegőn, ami ugye nagyon fontos tényleg, és itt abszolút megoldható. És most azért a pedagógus, az egykori pedagógus megszólal belőlem, igen, hogy kedves nézők, amikor én először végignéztem a Móka tábor programját, és amit Évi és Andi, Évának hívják a húgodat, kitaláltak, olyan okosan, annyira ki volt találva, hogy egymásra épültek a foglalkozások, és semmi izzadságszag nem volt benne. Tehát a gyerekek tényleg azt érezték, hogy hát nyaralunk, de emellett ők annyi mindent kaptak, és annyi, de annyi minden kiderült ezekről a gyerekekről a tábor végére.
Tehát most már azért nem olyan egyszerű Andiékhoz táborhelyet kapni. Ez már ugye tavaly is kiderült, hát pláne így, hogy így a létszámot is egy kicsit korlátoznunk kell, mert be kell tartanunk a szabályokat. Tehát az idén gyakorlatilag 3 tábort szervezünk, és most itt a reklámhelyes, puskázni fogunk. Június 28-ától július 2-áig lesz az első munkatábor, aztán július 12-től 16-áig a második, és augusztus 2-től 6-áig a harmadik munkatábor. De ezt hamarosan jelentkezünk egyébként a táborainkkal, és látni fogják, hiszem a napokban már a Facebookos oldalon mindenhol, hogy mi a kínálatunk. Andi, mesélj el egy tábori napot! Igen, ez nagyon boldogam, mert tényleg, ahogy mondod, a programokat is igyekeztünk, ugye a saját gyerekeink is ebben a korban vannak, tehát nem volt olyan nehéz, meg egy picit. Azon, hogy mindegyikünkben jó esetben ott van a gyerek, a kis belső gyermekünk, aki tudja, hogy mit is szeret igazán egy gyerek csinálni, és ugye ide ezt nem is szoktuk leírni, mert ezt így nehéz lenne, de amit mondtam, hogy mi egy érzelmi intelligencia fejlesztő programon is dolgoztunk a hugommal, tehát mi ezt is, ezt a, mindazt, amit mi eddig tanultunk, azt belecsempészünk, tehát reggelente mindig például leülünk egy körbe a gyerekekkel, és mindenki elmesél valami jót, ami az előző nap történt vele. Hogy ez így, ugye ezt nekik így nem szájbarágosan mondjuk el, de ebbe csodálatosan ott van, hogy kezd el az életedben arra figyelni, hogy mi a jó. Mert amit felnőtteknek, ahogy mondanám, hogy amire figyelsz, abból még több fog megjelenni az életedben, ahol a figyelem, oda áramlik az energia. És ezeket olyan csodásan a gyerekek életébe be lehet csempészni játékosan, tehát amit te mondtál, hogy nem ízzacsak. És már reggel jól indul a napja, mert újra éli azt a jót. Tehát... Így van, igen, tehát játékosan megszokják, hogy jaj, de jó, akkor meséljük, és mondjuk is nekik, hogy nyugodtan otthon is, ha leülnek este a... ugye legtöbbször egy család az esti vacsora asztalnál ül együtt, akkor ugyanúgy mindenki mondjon 3 jót, ami ma vele történt. És tényleg kaptunk is visszajelzést, hogy volt neki ez bevezetés, hogy milyen jó, mert hogyha elkezd valaki a jóról beszélni, akkor a másik is, ha elkezd rosszról, akkor a másik is a rosszat fogja, főleg majd most ezekben az időben, pláne nagyon fontos a sok rossz hír mellett, hogy figyeljünk a sok csodára, ami velünk történik, ami itt van ugyanúgy velünk, úgyhogy ezzel a kis beszélgetéssel kezdődik, és az is szép meglátni, hogy van, aki ugye még sosem beszélt se ilyenről, se mások előtt, tehát hogy nagyon jó kis gyakorlás nekik, hogy mert az iskolában is sok gyerek szorong például egy felelésnél, azért fel rosszul, nem azért, mert nem tudja az anyagot, hanem mert neki félelmetes kiállni és mások előtt beszélni. De így, hogy arról kell beszélni, hogy na, mesélj valami jót, ami veled történt, ez egy könnyű téma, nem egy megtanult dolog, de közben azt is gyakorolja, hogy milyen az, hogyha mások beszélnek, mindenki ráfigyel. Úgyhogy így kezdjük a napot, utána minden nap... Ő is ránéz, figyel, akivel beszél, jaj, de nehéz ez. Igen, szemkontaktus, meg figyelj arra, tehát ne, igen, főleg ma ugye a gyerekeknél nagyon ott van, hogy én, és hogy most picit tanulj meg figyelni arra, aki beszél, és ne egyből a te sztoridat mondd el, hanem kicsit a szeretetedet fókuszáld rá, és utána te is megkapod azt, ugye sokszorosan, mert ugyanúgy sok gyerek fog rád is figyelni, és mindenki ebből nagyon sokat tud tanulni, amellett, hogy ők ezt nem veszik észre, hogy mennyit tanulnak ebből, hanem egy játék, meg inspirálják egymást, hogy hú, ti tényleg tegnap ezt csináltátok? Na, lehet, ma hazamegyek, és én is ezt kérem a szüleimtől, hogy játsszuk ezt, vagy menjünk ide, vagy vegyük meg azt a társast, akár ez egy téma is szokott lenni, hogy hozzák be a társas játékaikat, és akkor egymástól tanulnak, hogy melyik játékot miért szeretik. Van olyan nap, amikor jogázunk, nagyon szeretik persze ezt is játékosan, mert a jogában is ugye állatokat, természetet, fákat, virágokat, növényeket utánzunk, és utána a kedvenc részük, amikor ebből egy történetet mesélnek el jogával. Tehát megint ők játszanak, miközben gyönyörűen javul a tartásuk, megbeszéljük, hogy melyik gyakorlat jó arra, hogyha dolgozat van, előtte melyiket kell csinálni, jól működjön a két agyféltekéjük,
mit kell csinálni, hogyha a torkuk fáj, esetleg picit télen berekednek, akkor melyik pontokat tudják nyomogatni, melyik gyakorlat segít abban. Tehát itt is igyekszem nem csak csinálni, hanem így játékosan tanítani, átadni nekik mindazt a tudást, amit látom az én gyerekeimnél, és már tudják, kölgnek, jól tudom, anya, és akkor már csinálják is. Hiszem, hogy most ez egy olyan tudás, ami beépül, és felnőtt korukban is, egész életükben tudják ezt használni. Úgyhogy minden napnak meg szokott lenni a tematikája, egyik kedvencük még a könyvtár, mert ebben a digitális kütyűnyomkodós világban különösen fontosnak tartjuk az olvasást, a könyveket, és nyilván ők már egy más generáció, és nem szabad szerintem ugyanazt rájuk erőltetni, ahogy mi nőttünk föl, vagy hogy ugyanazt csinálják, de látjuk, hogy nagyon szeretik, amikor eljátszunk egy mesét, ugye a könyvtárba a kis paravánnal, vagy egy könyvről beszélgetünk, vagy egy témát, környezetvédelem, stb. Az ő nyelvükön, az ő szintjükön, hiszem, hogy már itt is fontos ezeket. Azt szoktam mondani, hogy mi magokat ültetünk. Tehát kis információk, kis tudásmorzsák, elültetjük a gyerekek egy csodálatos termőföld, és lehet, hogy amikor majd harmadszorra hallják, vagy majd felnőtt korukra virágzik ki ez a tudás, de mindegy mikor, azt gondolom, hogy mi tényleg a magültető kertészek vagyunk, és boldogan figyeljük, hogy miből mi növekszik ki, és csodálatos visszajelzés volt tavaly is egy kislánytól, ő már nagyobb bacska volt, hogy a végén úgy köszönt el, hogy köszöni azt a néhány mondatot, amit csak az egyik udvari játék közben beszélgettünk, és egy kicsit a lelkét támogattam, hogy bízom magában, mert mindig negatívan illette önmagát, hogy én milyen hülye vagyok, meg béna vagyok, és picit erről beszélgettünk az ő nyelvén, és olyan, akkor nem is szólt semmit, és pár nap után mondta, hogy ez neki milyen sokat jelentett. Tehát, hogy ebben a táborban az első nap mindig elmondjuk a szabályokat, hogy itt nem szabad egymást lehúzni, negatívan bírálni. Tehát ebben a táborban az a feladatunk, hogy egymást szeressük, játsszuk és emeljük. Tehát, mert hogy mindenkiben nekik is elmondom, ott vagy a csoda, te is egy különleges kis csoda vagy, és ezért értékelünk is, mindenkinek megvannak a gyengeségei, de nem azon lovagolunk, hanem ha az erősségekre figyelünk, akkor azok majd szépen eltűnnek, és nem lesznek pontosak. Szóval a móka táborban nemmel kezdődnek a mondatok. Nem, nincs negatív mondat, pozitív, és ugye egy egész nap, hogy kérdezted, hogy telik a nap, ugye vannak az étkezések, amit köszönjük itt a házba, ezt is szuperül leszervezitek helyettünk, és az udvari játékot is nagyon fontosnak tartjuk, szabad levegőn, ugye a természetben, itt tényleg így a sok növény és fa mellett mondhatjuk, hogy a természetben, nem egy betonudvaron vannak, és a szabad játék szerintem a gyerekeknek egy nagyon-nagyon fontos, ugye ez minden pedagógus, gyermekekkel foglalkozó szakember tudja, hogy a szabad játék egy nagyon-nagyon fontos része, hogy a kreativitásuk, az önbecsülésük, az önértékelésük a helyén legyen, illetve a sport, amit szintén fontosnak tartunk, a mozgás, ugye, hát furcsa lenne, hogyha ezt kihagynám belőle, amit itt ugye vannak, amikor együtt is játszunk, és csoda látni, ahogy ugye megvannak a fiúk, akik ugye menne futnak a focipályára, de itt is vannak, akik még esetleg bátortalanok, vagy újoncok, vagy nincs társuk, és olyan szépen lehet őket integrálni, játszani, elkezdünk. Először mindig mi is beállunk Évivel, és aztán csoda látni, hogy hogy alakulnak ki a kis barátságok, hogy társulnak egymáshoz, akik az elején esetleg még félénkebbek, és a végére tényleg mindenki nem akarnak hazamenni, mikor jönnek a szülőkért. Igen, ezt látom, ezt folyamatosan látom, hogy nem akarnak. Melyik korosztályt várjátok? A 6-tól 12 évesig van ugye meghirdetve a táborunk. Volt már többször is 5 évesünk, sokszor kistestvér, ugye megkérdezik a szülők, eddig tényleg csak pozitív tapasztalatunk volt, ugye nagycsoportos ovisok is voltak nálunk. Gyönyörűen tényleg azt gondolom, mint amikor jól működik az óvodában is egy vegyes csoport, tehát, hogy a nagyobbak egy picit, azt mondom, hogy régen is a családok, ugye, hogy együtt éltek a nagyszülőkkel, tehát nagyon jó,
lehetőség mindenkinek, hogy a kicsikre kicsit máshogy figyelünk, már mint nekik is a gyerekek, mert mi pedagógusok pláne vezetők, de hogy a gyerekek is tudjon, hogy máshogy egy óvodásra figyel, vagy már egy nagyobb besegít, esetleg a feladatoknál, úgyhogy nagyon szépen összeáll a csoport, és pont most érkeztünk oda, Olgival beszéltük már, hogy a 12 éveseink most már ugye kinövik ezt a, kezd nekik, ahogy az én kisom is mondta, hát most már anya, ez nekem dedós, és hogy most születik bennünk számukra is egy új tábor, akkor elmondom, ez a premier, a kincskereső tábor, ami az úgy, azt jelenti a kincs, hogy a saját kincsüket is megtalálják, és a világban is azt a sok kincset, ami van, és már nagyon jó programokat elkezdtük összerakni a húgommal, hogy ez a korosztály is, mert azért azt látjuk, hogy szeretnek minket, tehát szívesen lennének velünk, csak nyilván nekik már ez hát már ez így működik, unalmas. ezt kell látnunk sajnos, hogy, hogy Igen, igen. mert még van azt is, hogy nem sajnos, mert természetes, hogy nőnek, őket már más dolgok érdeklik, már más köti le a figyelmüket, de össze szeretnénk vonni olyan dolgokkal is, hogy például elmegyünk szemetet szedni együtt, tehát hogy mert egy inspirálta a kisrem egy osztálytársnő, aki leírta az egyik közösségi médián, hogy sokszor megkapják, hogy ez a generáció semmit se ér, pedig ők bennük igenis ott van az érték, és szerintem is, és nagyon fontos ebben őket támogatni, és sokszor ugye ez történik, hogy a régi generáció szidja az újat, hogy jaj, a mai fiatalok, szerintem ezt mi is megkaptuk, meg minden korosztály megkapja, de szerintem egyszerűen csak más generáció, más energiákkal született, tehát, de ugyanolyan értékesek, mint mi vagyunk, és hogyha elkezdjük őket is emelni, hogy na nézd meg benned, mi a csoda, gyere, segítsünk annak az idős bácsnak, menjünk el tízen, és rakjuk be a fát a tárolójába, mivel majd télen fűt, és utána mindenki kap egy fagyit. És hogy szerintem ők ezt örömmel megcsinálják, és szerintem nagyon fontos, hogyha hiába papolunk itthon, hogy jaj, nem tudod, milyen jó dolgod van, mert hál' Isten, a környezetünkben élők, azért mi jól élünk, megvan mindenünk, de nem kell messzire menni, ahol szegénység van, főleg a mostani helyzetben. És tervezzük őket elvinni majd a lehetőségeken belül, akár egy olyan gyerekekhez, ahol nincsenek szülők, vagy esetleg felolvasni, játszani ezekkel a gyerekekkel, beteg és gyerekekkel. És ezt mikorra tervezitek el? Ezt is Olgival beszéltük, hogy meglátjuk, hogy hogy van lehetőség, ugye, mert hogy hiszem, hogy erre szükség van, hogy ha már igen, ezek a gyerekek ráadásul ismernek minket, jönnének szívesen, és egy ilyen, ami kicsit ilyen, hogy tegyük jobbá a világot, bennük ott van már ez, látom bennük, hogy na, mi szeretnénk adni, és akkor ebben segíteni őket, hogy gyere, tegyük együtt jobban a világot, és hiszem, hogy a világot, úgymond jobbá teszi minden ember egy kis lépésre is, ha csak bepakoljuk azt a fát, mert ez egy konkrét, tényleg idős ismerősöm, akinek látom, hogy ott van a fa, és egyedül kéne beraknia. És mondom, összeállunk nekünk most semmi, egy délelőtt alatt berakjuk neki, neki csodás ajándék, és nekünk meg egy jó kis testmozgás. Egy kis... Hát meg azért egy nagyon nagy öröm. Tehát azért hát segíteni, és az egy hihetetlen nagy öröm, persze. Igen, és amikor majd hazamennek, és ezt megint nem kell magyarázni, hogy nézd, most milyen jót tettem, ő fogja érezni, hogy milyen jó érzés volt adni. És amikor ezt megtapasztal, hogy jó adni, és ráadásul így lesz meg az önbecsülése is, amit te is mondtál, hogy az önbecsülést azt nem lehet megtanulni, vagy beadni, vagy bízzál magadba, de amikor meglátja, hogy ő ilyen jót tett, és este, amikor lefekszik, akkor biztos, hogy a kis lelkében jó érzés lesz, hogy segített annak az idős embernek, és meg fogja érezni ennek a csodáját, hogy ahogy így mondtam neked, és talán látszik itt a pólomon, az van írva, hogy együtt erősebbek vagyunk. Tehát, hogyha összefogunk, akkor tényleg most pláne azt gondolom, egyébként én láttam ezt a csodát a tavalyi zárásnál, hogy én is, ahogy kérdeztem a szomszédnénétől, a kis jogásaimat sorba hívtam, hogy kinek kell segítség, bevásárolni, bármi, hogy én azt láttam, hogy megszületik ez a segítség, az odafigyelés egymásra ebben a helyzetben is. És hogy ezt ezekkel a gyerekekkel is azt gondolom, hogy már jó lenne így átélni együtt, hogy
hogy bennük is ez tudatosodjon, és sokkal többet ér, ha látják, hogy mondjuk hogy él egy olyan gyerek, akinek nincsenek szülei, vagy elvesztették mindenüket, és utána, ha hazamegy, látja majd azt a bőséget, szeretetet, amiben ő él, akkor nem kell magyarázni, hogy na, milyen jó dolgod van, hanem benne tudatosul ez, és kezdi értékelni jobban az életét, és tud még többet adni másoknak, akiket. Hát igen, és a segítés, Igen. nagyon fontos. Ez nagyon örülök én ennek a tábornak, mert már régóta gondolkodunk rajta, hogy mi a kicsiknek, újsoknak, kisiskolásoknak szervezett táborokban nagyon jók vagyunk. De hát ezek a kicsik, akik szeretnek bennünket, és évek óta nálunk táboroznak, ezek megnőttek, Igen. és ugye eddig a Sáfrányos Erikának Igen. a táborai voltak, a kiskamaszoknak Igen. ajánlhatunk. Most beszervezünk egy tábort, egy szövegelő tábort, egy ilyen olvasás, terápiás, az is inkább, és hogyha ezt a harmadikat is sikerülne megvalósítanunk, vagy ha csak a páratlan vakáció egy-két napján sikerülne, én ennek nagyon örülnék. Nagyon Mi is örülnék, nagyon. mert hát igen, tehát ezeket a büdös kölyköket, a kiskamaszokat nem szabad elveszítenünk, mert mindig Nem. itt torpannak meg a dolgok. Igen, és közben látom ugye, hogy most én ezt a korosztályt, az én kisfiam, és ismerem a barátait, osztálytársait, és hogy annyira csodálatosak, és annyi érték van bennük, és látom, hogy mikor volt nálunk is osztálytárs szülinapon, és sajnos láttam, amikor jött az apuka, érte, hogy beszélt vele, tehát még így előttünk is elég csúnyán minősítve, káromkodva, a gyereket szídva, akkor láttam, hogy ez a kisgyerek, mikor jött legközelebb, és csak annyi, hogy megöleltem, kedvesen beszéltem vele, éreztettem vele, hogy ő nem egy alárendelt személy, hanem gyerek, és én vagyok a szülő, és a határokat ugye fontos szerintem megszabni velük, de mint kis lény, mint egy ember, viszont értékes, hogy mennyire máshogy viselkedett, és hogy nyílt meg az a kisfiú. Tehát, hogy olyan kevéssel, olyan nagy csodát tudunk bennük elindítani, egy kicsit ez a Pigmalion effektus, mint a My Fair Lady-ben, úgyhogy elég egy ember, aki bízik benned, és bíztat, és támogat, és hiszem, hogy ezt nagyon fontos tennünk, és a táborokban ez az, amit úgymond titokban, tehát ezt nem írjuk le, de ezt az érzelmi intelligenciát, hogy ezt a szeretettet, ezt a szeretetteljes légkört, és tanítjuk nekik is, a tábor zárása az mindig úgy történik, hogy megint leülünk körbe, hogy minden reggel, és mindenkinek a szeretet hátizsákját megtöltjük úgy, hogy legalább hárman, általában sokkal többen mondanak, mondjuk, ugye egy hét alatt azért megismerjük valamennyire egymást, mindenkiről lesz egy benyomásunk, és hogy mondjuk el neki, hogy szerintünk neki mi a csodája, ő miben jó, ő miért értékes, és csoda látni a kis arcukat, ahogy megszeppel, mert valaki nem ismer beülni középre, de még a helyén, de hogy kapja ezt a sok jót, és hiszem, hogy ezt egy életre megjegyzik, és ott lesz bennük, hogy egy hét alatt már mennyi jót tudtunk neki mondani, hogy ő milyen értékes, és ez tényleg ilyen szívmelengető látni mindig. Ez milyen jó felnőttnek, gyereknek, most hirtelen eszembe jutott. Egyszer én is voltam egy ilyen önismereti tréningen, ilyen befogadottak voltunk, mert ingyen odaadtuk a Pestei Közösségi Ház nagy termét. És akkor mondták, hogy akkor vegyünk mi is részt benne, hát vegyünk részt benne. És a végén mindenki hátára ráraktak egy papírt, és kellett egymás hátára írnunk valami pozitívat. Én igen. Azóta is őrzöm azt a papírt. Ugye? Igen, igen. Igen. Úgyhogy hiszem, hogy ezek a... Néha úgy, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó esett, amiket ráírtak. Ma látom, és én nem akarok dicsekedni, de a középső részen a papír az van ráírva, hogy okos vagy. És ezek olyan nagyon jó esett, és nyilván nem a matematikai, meg egyéb okosságomra céloztak, mert arra hát nehéz lett volna, de nagyon jól esik, és hát a gyerekeknek, hát ez még jobban, ez egy életre meg tudja határozni igen. valakinek az életét.
Igen, és főleg ugye látjuk, amikor ezt nem kapják meg, abból is lesz, hogy valaki ezt nagyon nehezen fogadja, tehát nem nehéz, hogy bejusson egyáltalán, de azért egy hét alatt nagyon szépen tudnak megnyílni, ugye a foglalkozásokon is szoktunk csinálni kis ki mit tudott, ahova mindenki bármivel jöhet, ha csak kiáll, és nem tudom, lép kettőt, tehát, hogy mindegy, és mindenki tényleg rész, vannak ugye a bátrabbak, akik simán kiállnak, de vannak szégyenlősebbek is, és hiszem, hogy ez is egy nagy, amikor megtapsoljuk, és utána kis meglepetést kap mindenki, tehát, hogy ilyen kis apró, finom, kis szeretetteljes dolgokkal annyira csodásan lehet őket emelni, és az önbecsülésüket tényleg növelni. Mert hogy ő tudja levonni azt, hogy jaj, hát mindenki tapsol, meg ennyi jót mondtak rólam, hát akkor már csak tényleg van bennem valami jó. Tehát hiszem azt, hogy mindig az önbecsülést ezt így tudjuk segíteni, hogy egy pozitív visszajelzést adunk, mert ugye a kiskutya módszer, hogy jaj, de ügyes vagy, jaj, de okos vagy, ha csak ezt mondogatjuk, akkor ő nagyon jól tudja egy gyerek, hogy hát most ez nem sikerült annyira, hát akkor nem is annyira így mond. De én azt mondom, hogy hú, hát ez gyönyörű ez a rajz, akkor ő mondja le, hogy hú, ezek szerint én mondjuk ügyesen rajzolok, vagy táncolok, vagy énekelek, vagy ennyien nevet meg, akkor lehet, hogy vicces vagyok, és akkor így jobban merek így a társaságban is megszólalni. Igen, és hát amikor beszélted, hogy ugye volt egy ismerősöd, akinek az apukája csúnyán beszélt a gyerekkel, hogy az jutott eszembe, hogy ezek után szóval oda kéne eljutnunk, oda kéne valahogy eljuttatni a gyerekeket, hogy egyszer úgy finoman merje azt mondani, hogy apu, beszélj velem szépen. Igen, igen, ez nagyon fontos. És ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne. Én azt hiszem, Andi, hogy mi ezt a beszélgetést nagyon sokáig tudnánk folytatni. Szerintem úgy hasonló dolgokat gondolunk mi az ifjúság, a gyermekek neveléséről. De befejezzük, ezt a beszélgetést befejezzük. Nagyon-nagyon várjuk a gyerekeket a Móka 1-2-3 táborba. Nagyon-nagyon várjuk a kincskereső táborba is, de ennek még a indulása kicsit bizonytalan, és természetesen a jogatan folyamokra, mert hogy nyitni kép, és bízunk benne. És Andi, innen is az összes csoporttagnak üzenjük, hogy nagyon-nagyon várjuk őket is, és tényleg hisszük, hogyha legalább már a kertben, és mi tényleg ott leszünk, és mondtuk a kollégákkal, ha kell, mi szombat, vasárnap is, mert nagyon szeretnénk mi is dolgozni. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és nyitikét. Szia! Én is nagyon szépen köszönöm, és mindannyiuk nevében is köszönöm, és a nevükbe is mondhatom, hogy ők is nagyon várják, hogy nyitikék legyen nálatok is, és mindenütt, és mi is hálásan köszönjük, hogy jöhetünk hozzátok, és a nyitottságotokat, a lehetőséget, amit adtok nekünk, úgyhogy hálásak vagyunk nektek érte. Köszönjük szépen. Akkor köszönjük. Ez egy nagyon jó zárszó volt. Lehetőséget nyitni kék jelölt. Sziasztok! Sziasztok!